Gratulálok neked is a győzelemhez. Elsőként azt kérdezném, hogy hogy vagy, milyen erőben érzed magad, ugye sérülésed volt, de most már az utóbbi meccseken látjuk, hogy itt vagy, fontos sok gólt szerzel. Köszönjük szépen, fizikailag jó állapotban vagyok, edzek most már január óta. Egy-két dolog nem megy még 100%-osan, tehát a lövés az még azért, az még fáj. De azon kívül minden rendben van, tehát most napról napra javulok, járok kezelésre, úgyhogy rövidesen teljes erőben fogom érezni magamat. Hogy látod, milyen most a csapat, ugye ez a mai meccs is lehetett bizonyos szempontból értékmérő, bár nyilván nem számítottatok ti sem egy nagyon éles mérkőzésre a fiatalok ellen. De mindenképpen éles mérkőzésre számítottam, azért ez junior válogatott egy elég erős csapat. Sok tehetséges fiatal, a jó fizikai állapotban vannak, gyorsak, nem is ügyetlenek, úgyhogy magabiztosan nyertünk, az mindenképpen jó dolog. Sok gólt lőttünk, csak hát sokat is kaptunk, az nem annyira jó. De kicsit benne volt a játékban, tehát egy ilyen sok kockázatot vállaló csapat ellen sokat úsznak, benne van az, hogy sok gólt lőnek, viszont nyilvánvalóan sokat tudtunk kontrázni, és tudtunk mi is sok gólt lőni. Látom, hogy folyamatosan Steinmetz Ádámmal, illetve a rutinosabb játékosokkal próbáljátok terelgetni a fiatalokat, tanácsokat adni nekik. Mennyire fogékonyak erre, mennyire kezd összeállni a játék? Alakul, azt hiszem, hogy mindenképpen megvan a részükről a fogadóképesség erre a dologra, meg a fogadókészség. Hát nem sikerül még mindig minden úgy, ahogy szeretnénk, de van időnk még fejlődni, meg ezeket a dolgokat még begyakorolni. Mindenképpen van rajtuk is egy teher, azért nekik is most már egyre inkább meg kell felelni a kihívásoknak, és azért egyre több dolog hárul rájuk is, úgyhogy a rangadókon mindenképpen szükség lesz az ő jó játékukra is, és az összeszedett teljesítményükre. De abban azért gondolom bízhatunk, hogy idén is a szokások meg megfelelően bajnok esélyes vasos láthatnak majd a rájátszásban a szurkolók. Természetesen mindenképpen a döntő a célunk, sőt a bajnoki cím a célunk. Aztán, hogy ez sok összetevős dolog, most is sokat sérültünk. Ez a felé vezető út azért elég rögös, tehát ugye most a Viktor sérült meg, a Balázs még azért 2-3 hét mire rendelkezésre áll, úgyhogy egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben. A végjátékra legyen mindenki egészséges, és álljon össze a játék, és akkor nem lesz probléma. És ugyanezeket kívánom, köszönöm szépen!